Gici György festőművész egy különleges napot gondolt ki, miszerint meghívja barátait a műtermébe. Az apropót a nyitott műtermek eseménysorozat és az egyik nagyon közeli barátja sok éves jelenléte az életében adta. Ez a közeli barát egy japán művész, aki nagyon sűrűn küld postán műveket neki. Nagyon sok ilyen alkotás van a műtermében kiállítva, ezeket mutatta meg nekünk és sok más barátnak. Egy kis megnyitó beszéddel indítottunk, és azután még haiku versek is elhangzottak. Visszatérünk majd a műteremben történtekre, de most Gyuri beszél. Kazunori Murakami japán képzőművész kiállítását láthatjuk itt ezen a falon az ablakban, azon a falon és itt néhány darab. Én szeretnék egy-két dolgot elmondani erről a fantasztikus jó kapcsolatról, amit megtörtént közöttünk. Mégpedig az, hogy körülbelül 2 évvel ezelőtt elkezdte Kazu lájkolni a munkáimat az interneten, pontosabban a Facebookon. Nem tudom, hogy ki használt már ilyet, de ez egy ilyen közösségi valami. És én is lájkoltam néhány munkáját, és ezután az történt, hogy kaptam egy üzenetet tőle, hogy azonnal sürgősen küldjek egy postacímet. Küldtem egy postacímet azzal, hogy ő is küldjön nekem. Küldött. És elkezdődött egyfajta levelezés, ami nem igazán levelezés, mert nem írunk egymásnak hosszú-hosszú sorokat, mondatokat, de egy-két szót, egy kis üdvözletet, és általában a Kazu nekem borítékban küldi a munkákat, amiket küld. És a világon mindenfelé levelez. Mindenfelé küldi a munkákat, és mindenhonnan kapja a munkákat ugyanúgy. Úgyhogy neki hatalmas gyűjteménye lehet már. Nekem van egy körülbelül 50 darabból álló gyűjteményem, a 2 év alatt ennyi kép gyűlt össze itt a műteremben, ezek láthatók. No, néhány dolgot hadd meséljek el róla. Ő egy fiatal ember, 80 éves, nyugdíjas angol tanár. Egy 5. osztályos korában egy művész tanárán keresztül ismerkedett meg Picasso munkáival, tehát egy kicsi gyerekként, és teljesen beleszeretett. És akkor megtudta, hogy Picasso mikor született, és kiderült, hogy ő is aznap született. Ő nem ugyanabban az évben, de egy napon van a születésnapjuk. És hát ez a mai napig nagy hatással van Picasso munkáira. Talán a kollázsokon érezni lehet mindenképpen, ha végignézzük alaposan a kiállítást, hogy milyen áthallások vannak a munkákban. A kollázsokon kívül hagyományos japán tintát, sumit használ. A keleti tusfestő egy kicsit másképpen látja a világot, mint mi, európaiak. Általában hosszan figyeli a tárgyát, és akkor egyszer, amikor ráérez a lényegére, akkor egy hirtelen gesztussal megfesti egy pillanat alatt. Egészen elképesztő munkamódszer. Szó nincs arról, hogy ott ül, lenéz a papírra, fölnéz, lenéz a papírra, rajzol, fölnéz, tehát ezt az európai metodikát ezt teljesen kihagyja. Nálunk az a hagyományos, hogy a nagyon szépen megrajzolt, perspektívikusan megrajzolt világot leképezzük, gyönyörű tónusozással, részletes rajzolással, de hát ez egy hosszantartó és egészen más filozófia, mint amit ők használnak. A klasszikus távol-keleti, elsősorban a kínai és japán tusfestészet a részleteket elhagyja. Nem fontos. A lényeg, hogy azt értsük meg, és az ivódjon bele a lelkünkbe,
és én azt kérem tőletek, hogyha van rá időtök a megnyitó után és a performance után, legyen annyi erőtök, hogy próbáljátok meg befogadni ezeket a képeket igazán úgy, ahogy ő megalkotta, és azzal az erővel és gesztussal, ahogyan megalkotta. A tradicionális, én azt mondom, hogy haiku festészet, illetve gesztus festészetet is csinálja. Nagyon-nagyon erőteljesek, dinamikusaik néhány képén ezek a gesztusok, más képein pedig egészen lágyak, visszafogottak, líraiak, és hát ez is egy nagy élmény ezeket végignézni. Sokat fotózik, nagyon szereti a természetet. Állati jó fotókat küld rendszeresen, az természetesen az interneten, és én nagyon élvezem a fotóit, rendkívül sok növény, állat, madárfotó is, nagyon szépek. És nem csak a természetben, hanem a városom utcáin is. A kertjére nagyon-nagyon büszke, mint általában a japánok, a kertjükre büszke, és hát arról is rengeteg fotót küldött már. Hiogo prefektúrában él, ez Japán kellős közepe, távol a tengerparttól, mindenhonnan, Nishigaki városában, és nagyon jól érzi ott magát, de szokott Európába is jönni, néha ellátogat hozzánk, illetve nem Magyarországon is volt már régebben, de Olaszországban, mindenhova Európában el szokott menni. Haikukat is ír. És hát ez egy nagyon izgalmas dolog volt, nagyon izgalmas a történet. Kettőt megpróbáltunk közösen, japánról, az angol nyelven keresztül magyarra lefordítani. Én ezeket elmondom, de magyarul mondom el, nem japánul, ezért elnézést kérek. Ma még nem tudok jól, majd megtanulom, mielőtt kiutazom. Eltörött ágon egy kabóca sétálott halálunk előtt. És egy másik, egy sokkal másabb természetű, ez egy teljesen tradicionális valami volt. A másik az pedig, a net nem fontos, inkább könyveket olvas, szikra az élet. És ha már a haikuknál tartunk, néhányat szeretnék megosztani veletek magyar barátaim tollából. Például Horváth Ödön. Nád bugája leng, a gém tolbóbitáját köszönti éppen. Virághímzéses terítőn, virágmázas vázában virág. Éj van, hűvös éj, bár ott fenn a telihold igencsak iszik. Még mindig látom a fénylő teliholdat, még mindig látom. Vagy itt van egy jó barátom, Nagy Zopán, az ő haikui közül egyet-kettőt hagyd mondjak el, ezeknek a különlegessége S hangokat használ a szavak kezdéséhez. Lehet, hogy egy picit sziszegni fogok, de ezt nézzétek el nekem. Szurkos szurdokok, szukán szétszedett szike, szimpla szójáték. Szalmalánk szélben szeplőidet szippantom, szip, szip, sze, sze, sze. Szuette szövet, szalamander szipogás, szöcskék, szúnyogok. Szunnyadásodban széttéptelek, széttéptél, szótlan szenderek. Hogy szintén itt van egy barátom, Cirkusz Gyuri, az ő néhány játékából, ha idézzek. Megpattant sugár, izzó gázgömbvetület, hangtalan halál. Résbe folyt az ég, ki vagy besodor a szél, bujdokló remény. Miért kék és zöld? Valahol egy piros pötty. Virágtalanul.
60 kemény év, sorsod vásznakra kenve keretek nélkül. Délben a fények, délen falakra vert fény, csupán az emlék. Köszönöm az emlékeket! Itt egy kitűnő kiállítás látszik mögöttem, illetve itt a műteremben. Kazunori Murakami japán művész barátomnak a munkái. Ez egy nagyon érdekes történet. Valamikor 2 évvel ezelőtt az interneten elkezdte lájkolni a munkáimat. És megnéztem az övéit, én is elkezdtem lájkolni, mert nagyon szépnek találtam, nagyon izgalmasnak. És néhány alkalom után írt egy-két sort, hogy legyek szíves, küldjem el a címemet, posta címemet. Jó, elküldöm, miért ne, de te is küldd el a tied. És ebben maradtunk, elküldtük egymásnak a címünket, és ugyanabban a pillanatban másnap mind a ketten feladtunk egymásnak egy levelet, egy postai levelet, amiben egy munka volt, egy ilyen A4-es munka szerepelt. És én ezt megkaptam az elsőt egy hét múlva, nagyon boldog voltam, egy csodálatosan szép festmény, egy vasira festve, egy nagyon vékony japán papírra, és elképesztően szép munka volt. Egyetlen egy hibája volt, hogy valahol az úton, nem tudni, hogy hol, Magyarországon vagy Japánban, valaki ezt kinyitotta és kibontotta a levelet, elszakította a képet és összegyűrte. Így kaptam meg. No, mindegy, a dolog lényege az, hogy elkezdődött egy két éve tartó levelezés, havonta egy-kettő, időnként 3 levelet is váltunk egymással, ami mind-mind arról szól, hogy egy újabb munkát küldünk egymásnak. Úgyhogy a 2 év alatt az itt látható kiállításon körülbelül 42-43 munka van kiállítva, de már azóta is érkezett újabb levél, amit kaptam, és ezeket a munkákat egymásnak küldjük barátsággal. Ez egy kvázi mélárt, ha ezt lehet mondani, bár nem teljesen tisztán a mélártnak a klasszikus értelmében vett mélárt, de kiraktam oda a borítékokat is, a néhány borítékot az egyik korlátra, és ott látszik, hogy még a borítékok is gesztusokkal megfestve szerepelnek, amiket én kaptam. Én pedig tulajdonképpen képeslapokat küldök ennek a fiúnak, vagy úrnak, vagy szánnak, mert hogy a képeimnek a hátulját megírom, megcímzem, és úgy adom föl, mint egy képeslapot. Én nagyjából A4-es méretű dolgokat, vagy egy kicsit nagyobbakat. És posta kitűnően elszállítja. Gond nem volt még vele. No, az történt, hogy én valamikor februárban gondoltam arra, hogy kiállítom az ő munkáit itt a műteremben, és többen kérték, hogy ezt szeretnék látni. És akkor tervezgettem, próbálkoztam, és hát végül összeállt a kiállítási anyag, bekereteztem, és kiraktam itt a falakra, elég jól meghirdettem, sok helyen sok-sok ember kapott meghívót, és hát ennek örült a Kazunori Murakami is, mert hogy ő már nem túl fiatal, 80 éves úr, aki nem nagyon aktivizálja már magát ilyen kiállítás ügyekben, és hogy Európában van egy kiállítása, az egy neki egy nagyon jól eső érzés. Na most erre valahogyan rászerveződött a megnyitóra egy,
egy zene, egy tánc, megkértem a barátaimat, hogy táncoljanak itt és muzsikáljanak. Úgyhogy Dóra Attila fújt a klarinétjával, és különböző tálakat használt, zengő, buddhista tálakat használt zenéhez, nagyon-nagyon szép muzsikát csinált, és Reiner Kata táncolt. Egy körülbelül egy ilyen 15-20 perces műsort csináltak, amit nagyon élvezett a közönség, rendkívül jó hangulatú volt, és természetesen erről film készült, amit már a kiállító művész is látott. Hát ő sajnos nem tudott eljönni a nagy távolságra való tekintettel, de hát egy rengeteg fotót látott a megnyitóról, rengeteg jó élményt meséltem el neki levélben, és hát látta ezt a táncfilmet is egyelőre, de még készül az egész megnyitóról egy összefoglaló film is, amit a kisfiam valamikor össze fog rakni. A felvétel természetesen elkészült, csak meg kell vágni. Ez mindig egy kardinális kérdés, és mindig nehéz időprobléma, stb. Stb. No, lényeg az, hogy egy olyan kiállítást láthatunk, ami igazán japán. Sokféle értelemben igazán japán. Egyrészt bizonyos mértékig kaligrafikus, nagyon szép gesztus festészet tussal, higított vizes tussal, stb. És egészen különleges, finom japán papírragasztás, más néven ezt úgy szokták mondani, hogy kollázs, ami egészen különleges, gyönyörű dolgokat kaptam tőle, és ezeket sikerrel kiállítottam. Hál' Istennek a közönség rendkívül jól vette, nagyon tetszett, szinte mindenkinek kivétel nélkül élményszerűen érték meg azt, hogy láthatják ezeket a munkákat. Én próbáltam a megnyitón arról beszélni, hogy hogyan érdemes ezt befogadni, hogy mennyire nem európai, és mennyire nagy különbség van a japán és az európai gondolkodás között, a művészeti gondolkodás között, és ezt többnyire, többé-kevésbé sikerült elfogadtatnom, vagy elhitetnem az emberekkel a megnyitón, és megpróbálták ilyen értelemben nézni a munkákat, és ilyen értelemben élvezni a képek befogadhatóságát, illetve a képek ajándékát, amit a képek adnak nekünk. Rendkívül izgalmas anyag. Én örülnék neki, hogyha ezt a közönség, aki látja ezt a filmet, szintén ilyen élményszerűen tudja befogadni. Azt kérem, hogy élvezzétek a képeket, és élvezzük a zenét, amit Dóra Attila fog nekünk prezentálni, és Reiner Kata improvizál rá, és remélem, hogy nagyon fogja mindenki élvezni, és érezzétek jól magatokat a mai délután, a estén. Mindenki egyen igyon, amit jut, amit van, amit marad. Köszönöm, hogy eljöttetek!
Thank you.